Önök a Kanizsa Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Először nézzük főbb híreinket röviden. Jubileum. 20 éves fennállását ünnepelte az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület. Zárás. Véget ért a kortárs segítők nyári munkája. Gyermekek a pályán. Az ügyességi lovasbajnokság döntőit tartották szombaton a Csónakázótónál. 20 év egy civil szervezet életében nagyon nagy idő. E gondolattal kezdődött az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület jubileumi programja. A rendezvényen támogatókkal és segítőkkel közösen ünnepelték a 2 évtizedes fennállást. Ráadásul beakadt valahova a lábam és megsérült a tapancsom. Mikor már nem láttam az autót, leültem az útszélén. Nem értettem, mi történt. A Honvéd Kaszinó városi diák színpadának műsorával kezdődött a rendezvény. A fiatalok előadása a kidobott kutyák sorsát dolgozta fel. Legfőbb feladatunk a kóborállatok befogadása és gazdához juttatása, mondta köszöntőjében Maros Sándorné, az Állatotthont működtető egyesület titkára. A jelenlevők filmvetítés segítségével láthatták a 20 évvel ezelőtti kezdeteket, a költözést, a fejlesztéseket és a jelent is. Mint elhangzott, a 2 évtized alatt közel 6000 kutya és 500 macska talált gazdára az otthonnak köszönhetően, de több százra tehető azok száma is, akik a telepen találták meg elkóborolt kedvencüket. A menhely működését, fejlesztését segíti az önkormányzat, de rengeteg támogatást kapnak civilektől, vállalkozóktól is. Az elmúlt években nagyon megnőtt a személyi jövedelemadó 1% felajánlás, amit kapunk mi az adózóktól. Ez mondhatnám azt, hogy tehát 8 millió forint fölött kapunk, nem titkolom, mert ennyit kapunk, 8 millió forint feletti összeget kapunk. Most, amióta bevezették Nagykanizsán az ebadót, illetve ebrendészeti hozzájárulásnak hívják, az önkormányzat az befizetett ebrendészeti hozzájárulás egy részét visszaforgatja az állatmenhely fejlesztésére. Tehát ez is sokat számít nekünk, így épült a karanténsor, parkoló rész. Az egyesület életében hagyomány, hogy minden esztendőben Oscar-díjjal ismerik el azoknak a tevékenységét, akik sokat tettek a szervezet működéséért. A jubileum kapcsán 6 díjat adtak át olyan személyeknek, akik a 2 évtized meghatározó támogatói voltak. Oscar-díjat és oklevelet vehetett át Kósa László, Karmazin Józsefné, Szántó László és Neje, valamint a Németországi Állatvédő Egyesület a Tierheim Leben in Not vezetősége, aktivistája és összekötő személye. E partner szervezet nem csak támogatja anyagilag és egyéb módon a kanizsai menhelyt, munkásságuknak köszönhetően több tucat kutya és macska talált német gazdára. Idényzáró. A nyári munkát lezáró programra várta a kortárs segítőket pénteken a nagykanizsai rendőrkapitányság. A munka azonban a nyárral nem ért véget, hangzott el a Csónakázótónál lévő zöld táborban. Idén nyáron immár 11. alkalommal szervezett a rendőrség kortárs segítőket képző tábort, ahol a diákok megismerkedhettek a szervezet munkájával, valamint lehetőséget kaptak arra, hogy egy kicsit ők is szolgálatot teljesítsenek. 14-16 éves gyerekek vannak a táborban, de hál' Istennek minden évben az előző évekből kiképzett gyerekek is ismét csatlakoznak hozzánk és segítenek nekünk. Idén összesen 42 tanuló látott el ilyen jellegű feladatot. A Batthyány is Ritec Bence barátai invitálására 3 éve kezdte el a kortárs segítő munkát. Mint mondta, nem csak a csapat remek, a nyári munkát is nagyon élvezte. Akik mondjuk rendszeresen járnak szalonra, biztos látnak minket, poliszos pólóba járkálunk, figyeljük a strandozókat, megyünk a parkolóba, megnézzük, hogy az autóban esetleg valami GPS érték, esetleg kiskutya, gyerek található-e, ha van ezeket jelentjük, és figyeljük az autókat egészen szolgálat végéig. A nyári szezonban végzett feladatokon túl a tanétben is lesz dolga a kortárs segítőknek, mondta dr. Molnár József ezredes, nagykanizsai rendőrkapitánya pénteki programon. A fiatalok szeptembertől az iskolákban előadásokkal, különböző rendezvényeken való részvétellel saját diáktársaiknak tartanak prevenciós tevékenységet.
Az idény záró rendezvényen a legjobban teljesítő kortárs segítőket jutalmazták, végül finom paprikás krumplira vendégül is látták. Ahogyan tavaly, úgy idén sem fogadta kegyeibe az időjárás a 400 fős kistelepülés Muraszemenye falu napi programját, a hangulatra azonban így sem lehetett panasz. Ez csak az egyik étel, melyet a szombaton Muraszemenyére látogatók megkóstolhattak. A településen élőket segítő Muraszemenye községért közalapítvány második alkalommal rendezte meg fesztiválját, melyre főzőversenyt hirdettek. A település életében azért fontos, mert a közösségünk összekovácsolása és a határon átnyúló baráti kapcsolatok ápolása. A hazai főzőcsapatok mellett a szlovén pincéről és a horvát Hodosánból is érkeztek vendégek Muraszemenyére. A közös értékek mellett egymás segítése is fontos, hangsúlyozta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki szintén ellátogatott Muraszemenyére. Ha tovább lépünk ezen az úton, akkor tulajdonképpen a Mura programnak egyik legfontosabb célja valósul meg. Olyan barátságok köttetnek, olyan közösségek erősödnek itt meg, amelyek aztán majd képesek lesznek a saját jövőjékért tenni, akkor, hogyha látják, hogy a munkájuknak értelme van, és itt helyben próbáljuk ezt megoldani majd velük, akkor, amikor majd azt látják, hogy a kertben megtermelt zöldség, vagy éppen egy-egy turistának a fogadása őnekik egzisztenciálisan valamit biztosít, akkor látják annak értelmét, hogy a mindennapi munkában, az itt megtermelt dolgok segítségével ezt a térséget megerősítve megtalálják nem csak ők, hanem majd a jövendő nemzedék is a számítását. A kapcsolatok ápolása mellett műsorszámokkal is szórakoztatták a vendégeket, így egymást követték a fellépők a második Muraszemenyei Fesztiválon. Tervek. Pénteken tartotta évnyitó összejövetelét a Magic Ritmo tánccsoport és a Honvéd Kaszinó városi diákszínpada. Számos új színdarab, ének, vers és tánckoreográfia szerepel a fiatalok tervei között. Idén szeretnénk a három csoportot ugye egybevonni koreográfiák gyanánt. A különböző koreográfiákba szeretnénk most már szólistákat is kiállítani, és nem csak egy-két embert, hanem hogy mindenki tudjon egy kicsit érvényesülni. A táncok, versek, prózák és színdarabok mellett a dalok tanulására is több időt fordítanak majd a minél szélesebb repertoár kialakítása érdekében. Tavalyról megmaradt kettő dalunk, azt mindenféleképpen szeretnénk továbbvinni a következő évben, valamint a táborban tanultunk népdalokat, illetve a karácsonyi műsorhoz egy dalt, azt is szeretnénk továbbvinni. Több csoportos éneklést tervezek, illetve az egyéni énekfejlesztésre is szeretnék időt szentelni. A tovább tanulások miatt az utóbbi időben lecsökkent mind a tánccsoport, mint a diák színpad létszáma, ezért mozgás és társaság szerető fiatalok jelentkezését várják. A színjátszó körbe való bejutáshoz énekversenyt szerveznek majd. A mini, tini, illetve a haladó tánccsoporthoz azonban bárki csatlakozhat. Legyen nagyon barátságos és kedves, legyen nagyon nyitott, de alapvetően táncos elvárás csak a haladó csoportnál van, hogy egy alapfokú tánc tudása és ritmus érzéke azért legyen annak, aki jelentkezik. De hogyha valaki úgy jönne, hogy esetleg nincsen semmi táncos alapja, ő neki is tudunk helyet biztosítani. Jelentkezni szeptember 30-áig személyesen a Honvéd Kaszinóban, illetve Nikoli Zsannánál a képernyő látható telefonszámon lehet. Most pedig nézzük további híreinket röviden. Néptánc. A nyári szünet és az edzőtábor után szombaton újra nekiláttak a próbáknak az Alagyöngye Táncegyüttes kis növendékei, akik pénteken a Dödöle Fesztiválon lépnek fel. Az idei tanévben kezdőcsoportot is indítanak, melybe folyamatosan várják az első és második osztályos tanulók, a tavaly megalakult Szikrák Táncegyüttesbe pedig a harmadik, ötödik osztályos tanulók jelentkezését. A foglalkozásokat szombaton 9, illetve 10 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartják. A kisebbekkel, velük az alapokat kezdjük el, játékos formában, sok játékkal, és tényleg az alapmozgásokat, hogy megtanulják, hogy a zenére hogyan kell mozogni, testtartásra, egymásra odafigyelni, tehát az alap dolgokat tanulni. Velük is szeretnénk évvégére egy rövid kis műsort összeállítani, illetve hát a Szikrák Táncegyüttesnek szeretnénk egy új koreográfiát készíteni. Ők már 2-3 éve táncolnak, tehát nekik már van egy kis alapjuk, de velük már intenzívebben haladunk, tehát itt már inkább a tánc kerül az előtérbe. Erdélyi kitekintő. Élményekben gazdag augusztust tud maga mögött az erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete.
Bár az időjárás nem kedvezett a kirándulásnak, a résztvevők ellátogattak sok más mellett Kolozsvárra, a Tordai Sóbányához, Brassóba, valamint Drakula várához. Nagykanizsa testvérvárosában Kovásznán szívmelengető pillanatokat élt át a csapat, amikor a tagok titokban megszervezték, hogy egy kanizsai társuk találkozhasson kovásznai rokonával. Az utazók a történelmi emlékek mellett Erdély természeti szépségeit is megcsodálták, a madarasi hargita meghódítása után pedig sokan megfogadták, jövőre is visszalátogatnak. Utánpótlás. Öt kategóriában hirdettek bajnokot azzal a megyei gyermek ügyességi lovas bajnokság döntőjében szombaton Nagykanizsán. A csónakázó tónál lévő pályán futószáras ülésgyakorlatban, két díjlovagló programon, valamint az ügyességi és a kisugró kategóriában díjazták a legjobbakat. Az esős idő miatt számos versenyző visszamondta a szereplést, ám így is mintegy 40 induló gyakorolhatott, hiszen a verseny legfőbb célja a lovasport népszerűsítése, az utánpótlás segítése. Így szeretetjük meg a gyerekeknek, hogy menjenek tovább, és majd felnőtt kategóriába is tudjanak indulni. Lehetőséget kell nekik biztosítani ugyanúgy, mint a felnőtteknek, hogy rendes pályakörülmények között gyakoroljanak, mert nem elég, hogyha csak az edző otthon a pályájukon gyakorol, hanem ugyanúgy tisztítve, felépítve a pályát, mint a nagyoknak. Tehát így van nekik nagyobb merszük, lehetőségük, hogy tovább fejlődjenek. Edzőváltás. Az OB1B-s férfi vízilabda bajnokságban szereplő kanizsai együttes jelentős átalakuláson esett át. Új edzőt neveztek ki, és néhány poszton friss játékosokat igazoltak. Németh Zsolt edző két szezont követően Debrecenbe igazolt. A kanizsai csapat elnöksége úgy döntött, az utánpótlást és az OB2-es gárdát irányító Simonka Ferencet bízza meg a másodosztályú együttes vezetésével. A csapat úgy mondom, hogy 80%-a együtt maradt, a Koncz Dávid és a Besenyei Richard távozott a csapattól, helyette viszont úgy gondolom, hogy mindenképpen erősítésként foghatjuk fel, hogy a Cseh Attila és a dr. Szécsi Dávidot sikerült leigazolni a Békés Csamából, akik ott meghatározó játékosok voltak, előtte az OSC-be játszottak, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen erősítésnek foghatjuk fel, illetve a fő erősítésnek én úgy érzem, azt ítélem meg, hogy a csapat zöme együtt maradt. A bajnokság kisorsolása megtörtént, egy 10 fős csoportba kerültünk, ahol többek között az MTK, az OSC, a Debrecennek kerültünk egy csoportba, többek között. A bajnokság szeptember 19-én indul, itthol kezdünk, a Pécssel. A felkészülés jelenleg is tart, a kanizsaiak jövő hétvégén a szlovén Maribor gárdájával találkoznak hazai medencében. A Simonka Ferenc edző vezette egység idén a Magyar Kupa küzdelmeiben is indul, ráadásul szervezőként az uszodában tartják október 31-én és november 1-én a meccseket. Nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Jubileum. 20 éves fennállását ünnepelte az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület. Zárás. Véget ért a kortárs segítők nyári munkája. Gyermekek a pályán. Az ügyességi lovasbajnokság döntőit tartották szombaton a csónakázó tónál. Kedves nézőink, híradónk végéhez érkeztünk. Híreinket megtekinthetik a www.kanizsatv.hu internetes oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!